Hello, sziasztok! BMW titkos menü. Ez egy L46-os BMW, a műszerfal segítségével autódiagnosztikát végzünk, rá rátesszük a gyújtást. Amikor alaphelyzetbe kerül a műszerfal, akkor a napi kilomlázó nullázó gombot nyomod és nyomba tartod. Egyébként a hatos menüt fogom ma bemutatni, a tüzelőanyag tartály információkat és ugye ezt úgy kell, hogy megnyomod a napi kilométer számlán a de nyomva is tartod meg különben lenulláztad. És amikor kiírja, hogy teszt, akkor elengedett, és gyorsan 19-szer megnyomod, hogy a 19-esig eljuss. És a 19-es egy pillanatra elengedett, hogy kiírja, hogy off, és megnyomod még egyszer az offot, és utána megnyomod, ugye annyiszor a hányos menübe, hát most a hatos menübe akarsz menni. Ha, ha, tovább ment és semmi gond, nyomkod csak körbe. És egy, 2, 4, 5, 6-os főmenübe így bele is kerültünk, ugye 6.0-át kiírta, és az a 241, az az összes, az az a 24,1 liter van most a tankban elméletileg, hát nem elméletileg, hanem a műszer szerint. Na most az egyes es almenüben látod ugyanezt. Csak ahhoz szenvedek. Szóval a 6.1-es menüben láthatod, hogy 24,1 litered van. Nos, és ez azért érdekes, ez az autó mert itt a 6.0-as menüben, amit az elején meg is akadt a szavam, azt kéne megmutatni, hogy a bal és a jobb oldali tartályban mi van. Szóval először ki kéne írnia a bal oldali tartályt, az első 000, szóval elméletileg a bal oldali tartály tök üres. Hát most nem tudom, vagy fordultam egy nagy jobbost, és ami elképzelhetetlen, vagy nem tudom és ez az érték a jobb oldali, a 24,1 az a jobb oldaliban van, és összesen pedig a 6.1-es menüben ugyanúgy 24,1-ünk van. Ez így eddig stimmel, de hogy, hogy, a bal oldali tartályunk üres, ezt nem tudom elképzelni, és a 6.2-es menüben pedig azt mutatja, hogy mit mutat a műszer, az pedig csak 23,6-ot. Kijönni a menüből ugye kép, tudsz, ha nyomod ezt a gombot, akkor is kitesz innét, ha kitartóan nyomod egy 4-5 másodpercig, vagy ha levetted volna a gyújtást. Hát ha tetszett a videó, vagy még több fontos információt akarsz megtudni, akkor iratkozz föl. Hello, bello!